Na, a mai alkalommal kicsit a háttérhatalmakról szeretnék beszélni. Háttérhatalmak, hát nem, ugye mostanában kezdik lejáratni ezt a, ezt a fogalmat, háttérhatalmak. A lényeg az, hogy vannak világot irányító gazdasági erők, az embereknek van egy lelki működése, amely alkalmazkodik a társadalom működéséhez, amit meghatároz a gazdaság is, és emberek spontán saját döntésüktől vezérelve bizonyos döntéseket hoznak. Na, és hát nem tudom, azért vannak ilyen jelenségek, hogy most például Franciaországban háborús hangulatok vannak, mert kicsit megemelték a nyugdíjkorhatárt, meg Magyarországon már régóta megemelték, de franciák nagyon lázadnak, és ilyen, ilyen szöveges skandálnak, hogy nem tudom, ötödik lajos lefejeztük, akkor téged is le fogunk fejezni Macron, stb. visszatérünk a jó szokásokra, szóval nagyon háborús hangulatok vannak Franciaországban, Németországban is sztrájkolnak az emberek, leáll, nem tudom, valami vasúthálózatnak a működése, ami ugye ahhoz vezet, hogy a munkaerő nehezebb jut el a munkahelyre, akkor valószínűleg az ottani cégek is majd megérzik ennek a hatását, a strike hatását, ami a nem tudom, a gazdas így módon összefügghet valamilyen mértékben ezek a sztrájkok -ok összefüggnek a gazdasági jelenségekkel. Na, ezeket a tüntetéseket általában szervezni kell, ezeket a, és a szervezőket általában szokták beépített embernek mondani, hát beépített emberek, mert hogy a háttérhatalomnak az érdekeit képviselik, a háttérhatalomnak az érdekei az, hogy mint én, egy kormányjal nem elégedettek valahol, mondjuk, és akkor le akarják valahogy cseréltetni a kormányt, vagy más embereket akarnak pozícióba ültetni, és akkor a népet fellázítják, tüntetések lesznek, se elkergetik a kormányt, és új kormányba új emberek jönnek bele. De hogy hogy ügynökök ezek? Tehát ezek az emberek, akiket ügynökként azonosítok most jelenleg, akik szervezik a tüntetéseket, tehát szervező szerepeket látnak el Facebookon, meghirdetik az eseményeket, gyűjtik az embereket, más szervezőkkel kapcsolatot tartanak, Ugye ja, azt mondjuk rá, hogy beépített emberek, de ők nincsenek tisztában azzal, hogy ők beépített emberek. Tehát a háttérhatalmi rendszerek ezek úgy működnek, hogy a leggazdagabb cég tulajdonosok át akarják szervezni valahogy a gazdasági körülményeket. ugye, nem tudom, ilyen, ilyen <kül> mint, mint például most, hogy kitört ez a háború, és akkor szankció következtek be, akkor ellátási láncokat fel kellett bontani, ugye országok között új ellátási láncokat kellett létrehozni, és akkor, <coughs> hogy ezeket a tüntetéseket ugye úgy lehet, úgy lehet, és akkor persze ennek a gazdasági átrendeződésnek lesznek globális hatásai, amelyek, mint a inflációhoz vezetnek, ami a népnek a fellázadását vonja maga után, és akkor <coughs> ezek ilyen önmagára visszaható rendszerek, tehát hogy a leggazdagabb emberek, mit tudom én, hogy hogy, hogy csatolódik ez vissza így a gazdasági ö, rendszeret, Tehát a leggazdagabb emberek azok, leggazdagabb cégtulajdonosok azok nyilván valamilyen szinten kötődnek, ismeretségükben kötődnek a, ezekhez a ö, 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 tüntetéseket vezetően. Lehet, hogy szervezetek is vezetik egyébként a tüntetéseket, tehát lehet, hogy pártok vezetik ezeket a tüntetéseket, vagy ö, hasonló, tehát valamilyen gazdasági emberekkel kapcsolatban állnak szervezeteken keresztül, de hogy azok az emberek, akiket beépített ügynökként azonosítunk, nem hivatalosan beépített ügynökök, hanem a gazdasági környezet hatására kialakulnak benne olyan érzelmek, hogy ezt már most már tényleg ne tovább, és akkor fel kell lázadni, és akkor önszántukba, a saját meggyőződésből kezdik szervezni ezeket a cégeket. Lehet, hogy gazdasági vezetők döntenek úgy, cégvezetők döntenek úgy, hogy a szankciók miatt most a cégem szarabú jár, ezért én most elkezdem, ugye nyilván elkezd a többi barátjával beszélgetni, hogy ez mennyire hallatlan már, hogy szankcionálnak bennünket, pedig milyen jól mehetne most a cég, stb. És akkor, hát ez, és akkor elkezdenek ott dünnyögni, sokan dünnyögnek, egyre többen dünnyögnek, Facebookon üzengetnek, <kül> mit tudom én, cégtulajdonosok meg ilyen emberek, emberek csatlakoznak hozzá, és spontán megszerveződik, a körülmények hatására egy ilyen rendszer. Tehát a háttérhatalom az nem egy ilyen tudatos ember, hogy valaki eldönti azt, hogy most legyen, ö, ö, nem tudom valami lázadás, vagy szóval nem, nem így kifejezetten sakkozik a háttérhatalom az emberekkel, hanem spontán megszerveződő emberek, Tehát az emberek spontán jutnak arra a döntésre, hogy a rendszer, amely kialakul, amelyet ugye a leggazdagabb emberek érdekei határoznak meg, ami aztán néha államokhoz vezet, tenni, ugye néha az történik, hogy mit tudom én, úgy változtatnak a gazdasági rendszeren, hogy pártokat, a gazdag emberek pártokat segítenek, és magukat, az államokat ö, piszkálják szét. Ugye az Európai Unió erre egy kísérlet, tehát az Európai Unió azért egy veszélyes szervezet, mert nagy tőkés emberek, Döntéshozatali pozícióban vannak benne, és mint Európai Unió kormány szinten gyakorolnak hatást. Tehát nem az emberekre gyakorolnak hatást, nem a gazdasági szereplőkre gyakorolnak hatást, hanem az államokra gyakorolnak hatást. Az államok ugye papíron, ugye anyagilag nem, anyagilag a vállalatok vannak magasabb szinten, de papíron az államok vannak magasabb szinten. Az államok irányítják a vállalatokat. Lehet, hogy a vállalatok gazdagabbak és nagyobb a hatalmuk, mint az államoknak de az államok irányítják a vállalatokat. Ugye ez egy ilyen hamis kép, mert ugye vállalatok pénzelik a, a pártban lévő embereket, tehát ilyen árnyék kéz, ilyen háttérhatalom hátra nyúlik az államokba, ez a, ez a háttérhatalom gyakorlatilag, amikor a tőkés emberek az állami szereplőkkel lépnek kapcsolatban, és államok, állami embereknek a, az ideológiájára hatva, ugye hát nyilván olyan emberekkel lépnek kapcsolatban, akik hasonló ideológiát követnek, olyan emberek kerülnek majd ilyen pozícióba, <kül> tehát állami pozícióba kerülő emberek például kirobbantanak háborút gazdasági okokra hivatkozva. Biztos olyan cégek támogatták ezeket a pártokat, akiknek kellemetlen, hogy ilyen gazdasági kötelékek vannak a között a két ország között, a háború lesz, ezek megszakadnak, és akkor új pozíciókat tudnak a piacon szerezni azok a gazdasági szereplők. Ez történik jelenleg a világban. Ugye az is kérdés, hogy hogyan tekintsük a világot, hogy két nagy háttérhatalom van, és akkor az USA meg a Kína, de ez hibás gondolat, tehát egy darab háttérhatalom van, ez az emberi kapzsiságnak nevezett jelenség, ugyanúgy működnek a kínai nagyvállalatok, ugyanúgy működnek az amerikai nagyvállalatok, van átfedés a kettő között, tehát egy nagy pénzrendszer az egész háttérhatalom, cégek akik hatást akarnak gyakorni a politikai rendszerre. És ez meg is tehető a mai világban, ahol a gazdasági rendszer fölé emelkedett a politikai rendszernek. Na, tehát a, összefoglalva, tehát amire utalni szerettem volna, hogy a, amikor arról beszélünk, hogy beépített emberek, vagy ügynökök, vagy a háttérhatalom emberei, akkor nem arra kell gondolni, hogy ilyen titkos megbízás során direkt parancsa jönnek ide az emberek a háttérhatalom által vezérelve, hogy, hogy az ő érdekeiket szolgálják, hanem gazdasági szereplők ki tudják számolni, tehát egy kartelrendszerek ki tudják számolni, mint az ilyen megbeszéléseken, hogy mint ilyen nagy gazdasági megbeszéléseken, mint a, mint a Bilderberg csoport, vagy van, van még más ilyen a, a Council of Foreign Relations, egy csomó ilyen gazdasági gyűlés van, ahol nagy vállalatok, nagy emberei tervezik meg gazdasági szerepköreiket, meghatározzák nyilván a lobby tevékenységeiket, hogy milyen pártokat, milyen államokat kell támogatni. Valószínűleg ennek hatására majd találnak olyan embereket, vagy olyan ideológiákat, akik ezeket a, a gazdasági érdekeket támogatják, nyilván azokat a pártokat fogják támogatni, akik ezeket a gazdasági terveket támogatják, amit ott a Bilderberg csoportban, meg az egyéb ilyen gazdasági rendezvényeken megbeszélnek. Ezek a politikai erők aztán, hát ugye csak annyi, hogy támogatják, de amúgy az embert önszántából, tehát olyan embereket támogatnak, akik hasonló ideológiát követnek. Azok az emberek, akiket támogatnak, azok meg saját maguktól jutottak arra a döntésre, és véletlen egybees, és egy pont egybeesik a támogatómmal a véleményem. Ezért a saját véleményét mondja, saját meggyőződéséből építi fel egy független ember, nem kapcsolódik a háttérhatalmaz, nem, nem tett esküt vagy hűséget a háttérhatalomnak, hanem saját meggyőződésű elfogadja a pénzt, de saját meggyőződéséből építi fel azt a mozgalmat, amit kreál. Tüntetéseket szervez, pártot szervez, hatalomra kerül, és hát olyan döntéseket fog hozni, mint ahogy hadat üzen egy másik országnak. Ott véget érnek a gazdasági dolgok, és akkor valószínűleg a pártot támogató gazdasági erők elérték céljukat ilyen közvetett úton, spontán folyamatok mögé bújva, háttérhatal, ilyen valós jelentek mögé bújó háttérhatalom, elérte azt, hogy jobb pozíciókat tud szerezni, mert a megszakadt kapcsolatok miatt ő ki tud építeni új kapcsolatokat. Szóval így működnek ezek a háttérhatalmak, ugye ez most arra jutott eszembe, hogy Dózsa Gyöjjről töprengtünk, hogy Bogár László azt mondta rá, egy ügynök, másik baloldali politikus azt mondta rá, hogy Bogár László bolond, mert mégis ki az, aki vállalná az ügy érdekében, hogy elégetik, stb. Hát valószínűleg ezek ilyen, ilyen jelenetek. És akkor persze vannak spontán folyamatok, tehát több gazdasági szereplő is működik a világban, néha érdekellentétek alakulnak ki, és akkor ezeket látjuk ilyen konfliktus formájában kialakulni. Úgyhogy ezek a háttérhatalmak, a háttérhatalmak azok valószínűleg <kül> lelkileg éretlen, mégis több milliárdos vagyonnal, meg hatalmas nagy hatalommal rendelkező emberek tömege, akik saját spontán döntéseiktől vezérelve, hatást gyakorolnak a világra, emberekre, környezetükre, barátaikkal trécselnek, és ugyanarra következtetésre jutnak, és közösségé szerveződnek, mozgalommá szerveződnek, támogatnak pártokat, amik aztán állami szintre fejlődnek, és állami szinten történnek világesemények, amik hatására a gazdasági rendszer átrendeződik. Úgyhogy lehet töprengeni az hogy most a jelenlegi ukrán háború az milyen gazdasági érdekeket szolgál. Természetesen ugye a fegyveripar az most rendkívül profitál, gyógyszeripar is profitál, elsősegély meg ilyen betegellátás, meg sérülésellátás, ellátás. Szóval egy csomó minden ilyen, tehát átrendeződik a világ. Valakik nagyot buknak, valakik nagyot nyernek. De a világ továbbra is ugyanaz a <coughs> ugyanúgy a háttérhatalom által halad előre, háttérhatalom irányítása alatt Halad előre, a gazdasági rendszer értelmében minden cég fejlődni akar, minden vállalat fejlődni akar, a gazdaság növekedni akar, és egyre több anyagi erőforrás fölött szeretné az emberiség kiterjeszteni az uralmát. Úgyhogy nagyjából így működik ez a háttérhatalmas téma. Az ügynökök tehát igazából balekok, akik valószínűleg a saját ügyük mentén intéznek el dolgokat, hát, és ugye bár, szóval azért megvannak a technikák arra, hogy, hogy mit tudom én, ezeket az embereket meg lehet vonni a támogatást, és akkor el lehet tüntetni embereket. Ez a Márki Zaj, Péter is lehet, hogy valami hasonló jelenet lehetett. Na mindegy, szóval nagyon bonyolult a világ működése, ugye több milliárd ember, több milliárd gazdasági szereplő spontán egyéni érdeke meg vágyai vezérelt döntések, Érdek ütközések vezetnek ahhoz, hogy aztán az emberek közösségekbe szerveződnek, pártokat hoznak létre, eljutnak a kormánypozícióig, és a kormánypozíció megteremti a vállalatok számára megfelelő körülményeket. Ugye illúzió egy kicsit, nagy mértékben a, a politikai rendszer nagymértékben mértékben függött az ideológiáktól, de meg lehet figyelni a történelem során, hogy minden ideológiai kérdés mögött tömény -gazdasági kérdések húzódtak meg, tehát <coughs> mindig az volt a lényeg, hogy ugye, nagy liberalizmus, szabadság, emberi jog, stb. Ez nem azért volt jó, hogy az embereknek jó legyen, hogy sok joguk legyen, hanem hogy olyan jogaik legyenek az embereknek, hogy bármennyi céget tudjanak csinálni, bármennyi profitot tudjanak realizálni, és bármennyi hatalomhoz hozzá tudjanak jutni. Ez volt a valós indok így a világszerveződése mentén és olyan ideológiák mögé volt rejtve, hogy mit tudom, egyenlőség, szabadság, testvériség, ugye a szabadság volt az, hogy <coughs> bármit megtehetsz. És hát mellékhatásként ugye kijöttek ilyen vadhajtások ebből, hogy akkor mit tudom, gender, meg rassz meg ilyen egyéb kérdések voltak. Ugye ezek rendkívül jó ilyen, öm, ilyen háborús indokok, vagy ilyen ellentéteket generáló indokok lehetnek, amire ugye narratívákat lehet építeni, amivel ugye lehet különböző közösségeket szembeállítani, vagy összevonni. Tehát az ideológiák azok főleg, főleg így a, a gazdasági rendszer bújtatására szolgáló narratívákat jelenti. És így módon egyébként a háttérhatalmak Eszközként használják a média rendszerét és a narratívákat, ugye megint csak anyagi juttatásokkal lehet támogatni embereket, akik megfelelő narratívákat mondanak, amik így módon társadalmi hatásokat váltanak ki. Tehát csak például az, hogy Franciaországban mondjuk most támogatásokat kapnak, ugye tüntetéseket szervezni, nagy, nagy volumenű tüntetéseket szervezni, sok pénzbe kerül, tehát nyilván nem tudja akárki megszervezni, hanem egy közösség szervezi ezt meg, a re rendezők. A rendezőknek valahonnan van pénze, hogy mit tudom én, hangfalakat, meg eszközöket béreljenek, vagy, <kül> vagy ehhez hasonlók. És valószínűleg vannak olyan emberek, akik szerint el kell küldeni a kormányon lévő vezetőt, ezt tüntetések útján kell megvalósítani, tehát olyan szervezetek küldenek pénzt jó célt szolgálva, hogy segítsék ezeket a lázadó embereket, akik maguk miatt harcolnak, küld nekik pénzt, hogy segítse őket. És akkor hát így tüntetések lesznek, és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik a kormányjal. Ugye, hogyha véletlen lecseréldék a kormány, akkor megnézi az a támogató szervezet, hogy most jobb lett -e nekem, vagy nem. Ha jobb lett, akkor támogatja a kormányt, ha nem, és akkor oligarchává válhat, vagy nem tudom. Ha pedig nem jó, akkor, akkor mit tudom, én keres valami másik ellenzéki pártot, akinek tetszik az ideológiája, meg a terve, és akkor azt kezdi el pénzelni, és akkor lehet, hogy ők kezdenek el majd tüntetni, Tolja bele a pénzt, hatalmas tüntetési feszültségek, ilyen botrányok alakulnak ki. De valahogy így működik, és ugye természetesen lehet, hogy vannak ilyen jelenségek, hogy tüntessenek mondjuk a vasutasok, mert akkor lebénul a közlekedés, akkor lebénul egy csomó gazdasági szereplő, ahova nem jutnak el a munkaerők, meg a, az áru lehet, hogy vannak ilyen szempontok, hogy talán ha ezt a pártot támogatom, akkor ők fognak majd tüntetni, amik miatt lebénul az a szektor, amik miatt gazdasági hatás alakul ki azon a szektoron. Szóval így működik a hát, nem tudni, hogy mennyire látnak bele a nagy pénzvállalatok emberei a rendszerek működésébe, de ugye minél jobban, bele, minél jobban látja valaki a gazdasági hálózat szálait, annál jobban, pontosabban tudja megrezegtetni, hogy mit kell ott Nyomkodni, hogy a megfelelő gazdasági effektus ö, valósuljon meg. Szóval valahogy így működhetnek ezek a háttérhatalmi rendszerek, nem pedig úgy, hogy, hogy egy öltönyös ember oda megy és egy ilyen táskával ilyen is van. Szóval, hogy megbízásokat teljesítenek. Tehát minden van, ez egy nagyon durva, emberi érzelmek és ösztönök által, meg tudatosan vezérelt komplex hálózat. De léteznek, léteznek olyan erők, akik talán együtt dolgoznak, talán egymással szemben dolgoznak, nagy gazdasági hatalmi erők, amik valamilyen mértékben, saját érdekeik mentén befolyásolják a dolgokat. Nem tudni, hogy... Ugye, mind, én mindig azt gondoltam, hogy a gazdaságot nem lehet irányítani, hanem terelgetni lehet. Ha egy kicsit elkezd tolódni a gazdaság, akkor lehet, hogy jön egy hatalmi erő, aminek ez nem tetszik, és ad neki egy pofont, ki, kirobbant valami lázadást. Akkor a gazdaság elindul egy másik irányba, és akkor ezek a nagy gazdasági szereplők így pingpongoznak, így csak különböző eseményekkel terelgetni tudják a gazdaságot. Nem, a háttérhatalom nem megszervezi az utat, tehát nem egy tök jól végigment, ösvényen haladunk végig, amit ők kigondoltak, megterveztek, és terv pontról pontra haladnak, hanem ez a terv, de ne, és ezt csak így terelgetni tudják, hogy most épp jó irányba halad a, gazd, a világ, a nagy háttérhatalmi közösségek szerint, és akkor, hogyha mint a egyik közösségnek ez tetszik, akkor az, az elfogadja, hogyha nem, akkor változtat rajta, és így terelgetik a világot, ilyen különböző események, meg világesemények során, amit a médiával megosztanak a népnek. Ugye a médiát is lehet hamisítani, tehát rengeteg féleképpen lehet hatást gyakorolni a világra, és egy ilyen nagy, átláthatatlan massza alakul ki. De nem elképzelhetetlen, hogy léteznek olyan szervezetek, meg közösségek, akik jobban átlátják gazdasági rendszer működését, mint mi, és képesek lokálisan nagy hatásokat kiváltani. Aztán néha ezek a lokális hatások láncreakciót indítanak be, és akkor lehet, hogy ez történik. Mint például, nem tudom, ez a banki csőd, ami most van, ez is akár lehet egy ilyen jelenség, hogy valamelyik nagy tők és valamilyen furcsa hatást akar beindítani. De lehet, hogy ezek csak egymás következményei. Tehát nehéz eldönteni, hogy hogy működik pontosan ez a háttérhatalmi rendszer. De érdekes, érdekes. De erről csak ilyen sör meg bor mellett jó beszélgetni, mert amúgy nincs értelme. Na se!